Az esemény a fogatok felvonulásával kezdődött, majd Markó Imre Törökszent Miklós város polgármestere nyitotta meg a rendezvényt. Köszöntök minden jelenlévőt. Igen, a elmúlt években sajnos ezt a hagyományos baráti találkozót, versenyt nem tudtuk megrendezni, de idén mégis csak sikerült a Szent Miklósi Napok rendezvénysorozat keretében ismét egy fogadható baráti találkozót, baráti versenyt megrendezni. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy idén ezt az alkalmat egy valóban lovas helyszínen tudjuk megrendezni, hiszen korábban a Városi Sportpálya területén volt, most viszont a Szentmatanyán vagyunk. Úgyhogy köszönjük szépen a tulajdonosnak, köszönjük szépen a bérlőnek, aki ezt a lehetőséget biztosítja a mai nap számára. A nézőknek nagyon jó szórakozást kívánok. Valószínű, hogy ezen a nap sem lesz egy enyhe hőmérsékletű nap, meleg lesz. Kitartás mindenkinek. Úgyhogy a 27. Szent Miklósi Napok baráti fogadhajtó versenyét ezennel megnyitva. Jó versenyzést, jó szórakozást! Fogatosok, Törökszent Miklósi fogatos baráti találkozó a Szentmatanyán a Hollik lovas udvarban. Ugye ez a program címe, mi az, amivel készültetek mára? A mai napon az érdeklődők láthatnak egy fogadhajtó baráti találkozó keretein belül rendezett fogadhajtó versenyt, délelőtti fordulókkal, illetve délutáni fordulókkal, tehát egy egész napos kellemes program lehet az egész család számára. És milyen kísérő részek vannak még? Ugye láttam a plakáton, hogy vannak különböző bemutatók is. Igen, lehet közben nézni itt a tanyán lévő állatokat, ami a gyerekeknek érdekes lehet. Fogatokat meg lehet tekinteni, kocsikázni is lehet. Ha valakit érdekel, akkor lovagoltatást is tudunk a kicsiknek biztosítani, tehát elég sokrétű büfé, vattacukor, minden, ami szokott ilyenkor lenni. Kikötöm a kis fejlovat a csárdáját, lehajtom a fejét a barna babám ölé. Lehajtom a fejét a barna babám ölé. Fölhajtom a könnyeimet a császári kötőjébe. Kinyithat már, becsukhat már, rácsukhat a kódát. Nem kapasod többé, sáros